Sziasztok! Árki Csilla vagyok. Az emelt szintű tétásról 61. kísérletét fogom bemutatni. Feladatunk, hogy a három sor számozott kémcsőben található ismeretlen anyagokat azonosítsuk. Mindhárom kémcsőben fehér szilárdanyagot találunk, amelyek a következők lehetnek. Nátriumacetát, szőlőcukor és citromsav. Az azonosítása desztillálfüzet és pH-papír használható. Savaknak nevezzük azokat az anyagokat, amelyek foton leadására képesek, és bázisnak, amelyek foton felvételére képesek. A vizes oldatok fontos jellemzője az oxoniumion és hidroxidion koncentrációjának aránya. Azt mondjuk, hogy az oldat kémhatása savas, ha az oxoniumion koncentráció nagyobb, mint a hidroxidion koncentráció. Semleges a kémhatás, ha a két koncentráció megegyezik. És lúgos a kémhatás, ha az oxoniumion koncentráció kisebb, mint a hidroxidion koncentráció. Az indikátor kémhatása kimutatására szolgáló anyag, amely színváltozással jelzi az oldatok kémhatását. Erre használjuk a pH-papírt is. A három különböző anyag különböző kémhatással rendelkezik. A szőlőcukor egy monoszamarid, amely 5 hidroxil csoportot tartalmaz és egy formil csoportot. Oldatának kémhatása semleges. A citromsav egy hidroxil trikarbonsav, amely azt jelenti, hogy 3 karboxil csoportot tartalmaz. A karbonsavak savas kémhatással rendelkeznek, mert proton leadására képesek. A nátrium acetát egy ionvegyület, amelynek bizonyos oldatában nátriumionok és acetátionok vannak. Az acetátion az ecetcsavnak a savmaradék ionja, amely vízben való oldáskor a vízmolekulákkal reakcióba lép, így hidrolizál. A hidrolízis folyamán hidroxidionok keletkeznek, így az oldat kémhatása lúgossá válik. Akkor a három oldalunk a következő kémhatással rendelkezik. A nátriumacetát lúgos kémhatással hidrolízis miatt, a szőlőcukor vizes oldata semleges kémhatású, és a citromsav vizes oldata savas kémhatású. Oldjuk fel az ismeretlen anyagokat desztillált vízben. És pH papírral vizsgáljuk meg a kémhatásokat. Helyezzük a pH papírt az első kémcsőbe. A pH papír kékszínű, az oldat kémhatása lúgos, tehát az első kémcsőben nátriumacetát van. Helyezzük a pH papírt a következő kémcsőbe. A pH papír színe pirosas, az oldat kémhatása savas, tehát a második kémcsőben citromsav. Helyezzük a pH papírt az utolsó kémcsőbe. A pH papír színe zöldessárga, az oldat kémhatása semleges, tehát a harmadik kémcsőben szőlőcukor van. Ezek szerint akkor az első kémcső nátriumacetátok, a második kémcső citromsavak, a harmadik kémcső szőlőcukrot tartalmazott. Viszontlátásra!